Dobrev Klára belépett a 21. századba. Végre közvetlen kapcsolatunk lesz Istennel. Köszönjük meg szépen a Domkorona sétányt. Régen minden blog volt. Oszi most szembesültve, hogy valójában itt mi nem halljuk ezt az intro zenét. Igen, én csináltam, hogy azt a visszafele lejátszott dolgot, ami elvileg minden svédül van, ami visszafelé van lejátszva. Tényleg? Hát a Top Secretben, amikor bemennek a svéd könyvesboltba, akkor ez végig visszafele van lejátszva, angolul beszélnek, és azt hallod, hogy mint a Gréti című rajzfilmben a kutyák így értik az emberi nyelvet, hogy visszafele van lejátszva, és utána mondta valaki, hogy tényleg úgy hangzik a svéd, mintha visszafelé beszélnének valami másik nyelvet. És ilyen visszafele fordított hangminták vannak a zenétekben, nem tudom, hogy ki volt a zeneszerző. Szerintem a SoundCloud, vagy nem tudom. Ja. Free, Royalty Free Music. Sejtem, hogyha ismeredes leszeg ő. Igen, de ez meglepett, hogy egy Top Secret idézettel kezdünk, de én szerettem azt a filmet. Ez tök más generáció. Én 79-es vagyok, az se nem öreg, se nem fiatal. De lényeg az, hogy a 80-as években voltunk gyerekek, akkor még volt Hahota, szóval ez ilyen kurva szar vicceken nevelkedtél, és az volt a vicces. És innen vezet az út a mémekig, ami szintén mulandó, de jelenleg az ember, tudod, egy ilyen nehezen érthető, valamennyi művészi abstrakciót is tartalmazó formában a lelki állapotát így adja át, és azon nevetsz, hogy az meg azt hittem, egyedül vagyok. És az, hogy most nyomsz egy ilyen szóviccet, ugye azt már szóvicc bűnözés, pedig tudod, így feszít belülről mindig, hogy azt meg észrevettem egyet, akkor nem mondom. És ebben megnyomorodik az embernek a humorral való kapcsolata, hogy a mai világban ő amúgy egy olyan ember, aki gyerekkorában Hahotát olvasott, tudod, meg anyós viccek, meg ilyen, tudod, már én is rosszul vagyok attól, ha valaki állandóan ilyeneket mesél. Megint nem tudom, ezt miért mondtam. Nem, csak én közben azon izzadok, hogy viszont elkezdtünk erről beszélni, és be sem mutattalak az elején. Na, ki lehet? Tehát Horváth Oszkár a hét első vendége, akit az Önkényes Mérvadóból ismerhettek, és így most kiderült, hogy mégis van vezetékneved. És nem Oszi vagy, nem csak Horváth, így. Lánykori. És tudom, hogy te nagyon, nagyon szeretsz az Önkényes Mérvadóban mindenféle politikával és közélettel foglalkozni. De ez az, hogy most itt most tök szívesen beszélek erről is, hiszen a saját rádióműsorunkban másfél éve minden héten hírezünk a műsor első felében. Én nem akartam. Én elengedtem ezt tizenvalahány évvel ezelőtt, mert hogy érzem, hogy bele kell szólni a szavazatoddal, bele kell szólni néha valami mutassuk meg magunkattal, de alapvetően az, hogy napi szinten kövesd a pulzusát valakinek, akinek a nevére se fogunk emlékezni 15 év múlva, de nem a miniszterelnökre gondolok, tehát tudod, ilyen 20-rangú miniszterek, ilyen faszomöccse minisztériumokban, aminek a neve is hülyeség már. Ezzel csak szétidegesíted magad a tehetetlenségedben. Azt, hogy nem tudsz mit csinálni, mert neked 4 évente osztanak lapot, és ami most van, az legitim, azt az emberek újra és újra akarták, ami kicsit azt jelenti, hogy végül is elégedett. Az elégedettségük forrása az, hogy elégedetlenné tették őket mellékommunikálással, tehát nem a saját tényleges helyzetük miatt elégedetlenek, hanem megint a migránsok, de hányan laknak a faluban? 50-en, és láttok már migráns? Nem. De ne is legyen. És az, hogy egyébként így büdös van a lakásában, meg szeméttel fűt, meg ilyenek, az ilyen lényegtelenné válik. Minden esetre azt hiszem, hogy egy elégedettebb, békésebb élet lenne az, ha mondjuk egy héten egyszer emésztenéd meg a híreket, és nem pedig reggel, meg majd egy kicsit este. Én is kicsit úgy érzem néha, hogy telítve vagyok ezekkel a hírekkel, de közben meg, ahogy elmentem most egy hétre, és gyakorlatilag nem nagyon szembesültem a hírekkel. Nem tudom, még a fontosabb dolgokat is próbáltam kerülni, hazajöttem, és egy nagyjából 25 perc kellett ahhoz, hogy teljesen visszakerüljek ebbe a mindsetbe, hogy olyan dühös legyek, és csak egy Bayer Zsolt idézet kellett. Lehet tartósan feltöltődni szerinted? Mindenki el akar menni nyaralni, mondjuk egy évben egyszer valami vízbe beletegyék a lábukat az emberek, ezért dolgoznak 51 hétig, hogy egy az olyan legyen, mintha a Palavicini család sarjai lennének, tudod, akik a Côte d'Azurre úgy érkeznek meg, hogy 30 darab egyforma Louis Vuitton táskát
táskájuk van. 1900-ról beszélek, nem most Louis Vuitton táska, hanem tudod, ezek nagy utazó kofferek. Egy csomó ideig úgy voltam, hogy ezek az arisztokrata faszok, ezek nem bírnak bepakolni egy kurva bőrönbe? Ez egy divat bemutató lesz, vagy mi van? És később esett le, hogy ők nem öt napra mennek a szotüdülőbe, tudod, ahol egy tréningruha, hanem ő oda költözik geci nyárra, érted, a francia Rivierára, és hát van nála mindenféle ruha, mert a programok között nem csak strandolás lesz, hanem lesz díjkiosztó, akkor egyszer találkozik a nagykövettel, akkor ahhoz is kell, hát ilyen teljesen más életük van, baszki. De erre vágyunk, hogy egy hétig ezt előadhassuk, de mi ezt úgy képzeljük, hogy az Adidas fecskébe a Marlborót bedugod az egyik gumis részbe, a zsepit a másikba, és tudod, ilyen fölhajtott passzal, így apáskodsz ilyen csipőretett kézzel a lángosoknál, hogy jól megépített kis nem? Meg ilyen széket mielőtt leülsz, szóval vannak ilyen apáskodások, tudod, így ellenőrzött, hogy jól van, jó, elég férfias lesz. Ezt előad, szétdolgozod magad, feltöltődsz az egy hét alatt valamennyire, ha csak nem 6 gyerekkel mentél, és tudod, kurvára nincs pénzed a strandon 14 ezerért enni két főételt, meg két üdítőt, hanem viszed a hűtőtáskába, meg a felfújt matracot, meg a faszt tudja, és akkor szerintem nincs feltöltődés. Meg a nőknek ezt, hogy anyukám, hát nem fél panzió, meg milyen reggeli, hát viszünk kaját, meg főző, van konyha, apartman, de ha mégis valaki mégis fel tudott töltödni egy hét alatt, mennyi idő alatt veszti el? Te nálad most 25 perc. Igen. Nekem hónapokig eltart, de 8 év ugyanoda menés gyakorlata van benne, amiből az első 5-6 év az, hogy ne legyek kibaszott szomorú, amikor eljövök arról a helyről, ahova menni szoktam. Gyerekkoromban is sírtam minden szotüdülővel, tehát így hátrafele térdelsz a zsigulinak a hátsó ülésén, és nézel ki azon az ablakon, hogy akkor so long. És miután ez elmúlik, azután van esélyed arra, hogy egyébként, ha feltöltöttél, ha nem sírsz, hogy el kell menni, akkor mennyi ideig tudod megtartani ezt, hogy amúgy van jutalom ezért a szopásért, amit csinálsz az életben. Szerintem ez azért változó, legalábbis én a nyár után azt éreztem, hogy volt egy kis lecsengése, mire így teljesen elmúlt ez a visszatérés. De nem tudom, karácsony után szerintem lehet, hogy a feltöltődés minősége határozza meg ezt részben. Karácsony után jobb? Nem, karácsony után rosszabb volt. Karácsony után nem is éreztem magam feltöltve. Mert az is egy megfelelési kényszer, meg 8 fogás kaját kell csinálni, meg vendégséghaknikba menni, meg turnézni. Részben, de szerintem azok még azért tudnak tölteni az emberem, mert legalább találkozol egy csomó olyan emberrel, akivel amúgy nem tudsz, és nem tudom, a rokonaid nem feltétlenül a legjobb barátaid, akikkel mindig így napi kapcsolatban vagy ilyesmi, de azért mégis érdekel, hogy mi van bennük, és akkor végre nem tudom. Néha pár ilyen pusztulat családi konfliktusnak a történetét kell végighallgatni. Mindig van az, hogy valaki nincs ott, mert ő neki most a kurva anyját, és a maradék társaságban a másik fél előadja, hogy és tudod, én nekem soha nem voltak ilyen ügyeim, és ez az, amit így megpróbálok így értem, hallom, tudomásul veszem, de így nem ítélkezni, hanem így próbálom továbbra is szeretni azt, aki panaszkodott, mert amúgy ilyen, néha ezek ilyen rettenetes történetek bírnak lenni. Ez fárasztod, a karácsonyrodról mindenki tud, nekem azért pihentetőbb, mert azt nem kell bejelentened az ügyfeleknek, kollégáknak, hanem mindenki kurvára tudja, hogy most senki nem akar semmit csinálni. Nyáron most ki fogja kitotózni, hogy te augusztus első hetében voltál valahol, vagy július közepén? Hát ez is attól függ. Hogy tényleg. Hát de hogyha olyan életet élsz, mondjuk a szüleimnek most már nem tudom, tehát több évtizedes viszonylatban mindig megvolt, mikor áll le a gyár. És hát dologon ugye egy nagy gyár van, úgyhogy mindenkinek akkor volt az állás. Ez a munkatörvénykönyvében is az van, azt hiszem, hogy a szabadnapoknak a felével a munkáltató rendelkezik, hogy mikorra írja ki, és a másik felét meg elvileg te megmondhatnád, és akármikorra mondhatod, de hát visszaszoktak időnként élni. De például én tök vagánynak tartom, hogy van egy cukrászda a Mamut közelében, több évtizede, hanem egy évszázada, akik talán mindig augusztusban, vagy mindig ugyanakkor bezárnak, és akkor mindenki tudja, hogy akkorra mint a bíróság. Szünet. Én ezt tökre adnám, vagy akkor inkább máshová megyek dolgozni, hogy egy hónap egyben, amit a legtöbb helyen ki se vehetsz. Viszont ez elvileg megsértése lehetne a munkatörvénykönyvének, kivéve ha azt mondod, hogy két hetet akkor, a másik két hetet meg ajándékba kapod, és akkor még marad két heted, amit vegyél ki, amikor akarsz. Ezt nem tudom, hogy hogyan van, de szerintem ettől is el lehet térni különböző szerződésekben, meg nem. Vannak ilyen különleges cégek, amiknek mondjuk érthető, hogyha így csinálják a dolgukat. Én teljesen megértem, de nem törvényes, tehát nem lehet a szerződésben eltérni, de az, mikor eltér
beleférsz a szerződésben mégis. Abból csak akkor van baj, ha valaki egy munkaügyi pert indít. Különben kurvára nem számít, és folyamatosan lehet lobogtatni. Bazd meg, olyanok vannak munkaszerződésekben, hogy nem mehetsz el egy tüntetésre, vagy nem mondhatsz egy politikai véleményt, meg nem népszerűsítheted az okkultizmust. Én ilyet is láttam. Meg, szerinted már belefutottak, és azért van? Én nem tudom, hát nyilván vannak ugye kvázi ilyen etikai kódexként szoktak ezeket listázni, hogy amiben ők hisznek, és itt tök rendben van, tudod, hogy egy gyerekmunkát igénybevevő céget ők nem vállalnak alvállalkozók, de tudjuk, hogy azért írják oda, mert egyébként végül. Elő szokott máshol fordulni, vagy korábban náluk is, és akkor mostantól viszont akkor ezt nem csináljuk. Szóval ez egész ilyen kurvára hamis. Másrészt meg így mit adja elő magát, meg így mi közön van egyébként, most nem ahhoz, hogy tökre egyetértek, hogy a gyerekeket ne dolgoztassák, de közben meg amikor így a strandon a lángososnál kihozza a sajtos tejfölöst egy 9 éves, aki a Szabó lángososnak a Szabó Brigittája, aki a gyerekük, és nincs iskola, és ott vigyáznak, és akkor meg így csinálsz, hogy de aranyos, de ügyesen, ugyan elnejtsd. És tudod, akkor meg így oda vagy, bazd meg a gyerek munkától. Na de mindegy, szóval álságos a munkaszerződés, és kurvára nem izgat. Azért nem térünk ám el, most eltértünk a témától, ezt kéne mondanom, de még egy téma nem került elő. Tehát még egy nem ideig arról eltérni. Beszélünk, amiről akarunk. Ezt figyelj, tarthatjuk így, és akkor... Ne, csináljuk normálisan. Ráerőszakoltad magad erre a műsorra, és ezért nem tudtunk foglalkozni eddig a felemelő híreinkkel. Például az, hogy rejtett kamerás felvétel van róla, hogy K. Endre ismét megpróbálja ráerőltetni egy bicskei áldozatra, hogy mit valljon. Ez bazd meg, ezen úgy fölbasztam magam tegnap, hogy azt hittem, hogy a csávó az így eltűnt, szégyeli magát. Értem, hogy kirakott két Facebook posztot, vagy ki tudja hányat, de hogy leginkább így reméli, hogy elmúlik ez a dolog, és így én ebben a helyzetben nem tudom, az előszoba padló alatti kis kamrában bezárkoznék, és szőnyeget terítenék magamra, és kurvára kussolnék. És pazd meg, most értem, hogy ez egy kegyelem, tehát elvileg a csávónál most tabularáza, teljesen tiszta lapja van. Azaz nem kell semmit tennie azért, hogy ne kerüljön vissza, de azért dolgok még elvileg változhatnának, vagy nem tudom, mit enged meg a jog. Hát mert az is botrányos lenne, bazd meg, hogy kegyelmet kaptál, és utána jaj, mégse, és visszavisznek, hanem akkor vádolják meg valami mással, de tehát ez is rettenetes. Ez se jogszerű, vagy ez se jogállami, hogy valaki, aki kegyelmet kapott, annak neki mész, csak mert a közakarat úgy van, de az nem helyes, hogy ez az ember nem szembesül azzal, hogy egyébként mit csinál. Tehát Balogh Zoltán előadhatja, hogy ő ártatlannak hitte, és el tudom képzelni, hogy Kónya Endre azt gondolja, hogy ő ártatlan, és ő ebben a hiszemben tesz bármit is. De amikor nem kegyelemről van szó, hanem valaki szabadlábon védekezhet, azaz a Zamcsiknál ugye tudod, ez a óvadék ellenében szabad, de közben zajlik az eljárás. Általában három indok miatt nem hagyják jóvá a szabadlábon történő védekezést. Az egyik a szökés lehetősége, a másik a bűnismétlésé, amit tehát itt látunk körülbelül ebben a videóban, és a tanúk befolyásolásának lehetősége, amit viszont biztos, hogy látunk ebben a videóban, bár nincs most mihez tanúzni. Érted? Mert a V. János Vásárhelyi az börtönben van, és nem engedték ki a múltkori felülvizsgálati kérvény alapján K. Endre meg kegyelmet kapott. És bazd meg azt látod, hogy a videóban egy ilyen szerencsétlen gyereknek, akinek az anyja akkor is heroinozott, amikor terhes volt vele, aki hajléktalan szállón él az anyja, és ad neki bazd meg 6000 forintot, vesz egy doboz cigit, meg valamennyi kaját, és ezért várja el, hogy a saját ügyében, amiben ő maga a sértett, tanúskodjon hamisan ő mellettük. És elvileg ez előzőleg azt állítja, hogy nem történt meg, és szinte ez a srác is azt állítja. De azt mondja a srác, hogy V. János megfogalmazta, hogy mit kell leírni, amikor ő elment az esetek után ebből az otthonból, de senki nem volt a világon, mindenki, akihez ő kötődik, az abban az otthonban lakik, ezért visszament oda, bazd meg. És azt mondták, hogy visszafogadunk, ha ezt aláírod, mondta ezt a V. János, leírta ezt a nyilatkozatot, majd neki el kellett menni a templomba, ember, most jövök a templomból, nyilván ő valószínűleg egy lelkész, és azért.
tehát nem az, hogy oda kell ülnie, hanem elő kéne adnia valamit. És akkor addig Endre bácsi befejezi. És hogyha Endre bácsinak fogalma nincs, hogy ott mi történik, és ő tényleg annyit vesz csak részt a dologban, és lehet ezért gondolja magát ártatlannak, de nem az. Mert annyit mondott, hogy hát bármit is beszéltetek eddig a János bácsival, akkor azt intézzétek el, és akkor utána visszakísérlek a szobádba, és beköltözhetsz, vagy nem tudom. De ő látta, utána elolvasta, hogy mi az a nyilatkozat, és ennek, ha még azt mondja, hogy ő nem tudja, hogy ez a hamis, akkor is látja, hogy a témája a nyilatkozatnak az a pedofil bántalmazás, és így ezek után bazd meg ott marad, ezek után eltávolítják azt a nevelőt, aki egyébként feljelentést tesz. Ezt kellett volna tennie. Itt a videóban elhangzik bazd meg, hogy de hát én nem csináltam semmit. Hát a mulasztás jellege az pont ez. A mulasztás az egy olyan bűn, amikor nem csinálsz semmit, és az a baj, bazd meg. Az, hogy cserben hagytad ezeket a szerencsétleneket, az, hogy legalább névtelenül nem teszel egy feljelentést, és játszol kettős ügynököt, hogyha az állásodat amúgy meg akarod tartani. Kurvára felbasz, és látod a faszit a szemed előtt ugyanezt csinálni, és ő nem érti szerintem, ha tényleg ártatlannak gondolja magát, hogy a cserben hagyás az egy cselekmény, mert rá voltak bízva ezek a gyerek igazgató helyettes, érted? Nem az, hogy majd valaki más kitakarítja a WC-t, hanem hogy úgy vezetik az intézményt, amilyen elveket ti meghatároztok. Február eleje óta ennyire nem hánytam le magam, mint ez a közben a házon kívül videó közben. Ezt érzed a legkeményebb pontjának ennek? Hát ki kurva szomorú. Ugyanúgy tudod átélni, mint ahogy a tanúvallomások közben átélhették. Harmadik fokon, tehát legfelső vagy kúria szinten helyben hagyták a K. Endrének a bűnsegédletét, és azt mondták, hogy ez így van. Hát ők meghallgatták ezeket a tanukat, megnézték a dokumentumokat, meghallgatták a vádlottakat, a hozzákapcsolódó vagy velük egyetértő tanukat, és így is elítélték, vagy helyben hagyták az első fokú ítéletet. És nekünk van egy olyan érzésünk, hogy rohadjál meg egy viszonylag ilyen rövid mintavétel alapján, ami lehet, mi lehet, hogy tévedünk, tehát kurva kellemetlen, ha kiderül, hogy a csávó ott se volt. De hát három fokozaton a bíróság ezt ellenőrizte. Én nem ültem azokban a tárgyalótermekben, drámai, és szerintem ilyen lélekölő lehet ezeket a történeteket hallgatni, önmagában a bántalmazást, és közben nézni azt az embert, aki nem a bántalmazásban vett részt, legalábbis ugye ez nem merült fel, hanem annak az eltusolásában, és így ott ül egy térben az a két ember, aki ennek az elszenvedője, meg a résztvevője, vádlója, segítője, és ez a munkád bazd meg, hogy te ott igazságot tegyél, és tudod, kiegyensúlyozottan a média nyomásától függetlenül bíróként hozzál egy döntést, és délután van egy másik tárgyalásod a lugozós orvossal, másnap reggel egy megerőszakolt idős néni, akire rágyújtották a házat, pedig még lélegzett, tudod, és ez a munkád bazd meg, hogy ezt csinálod. És így ennyi, egy 20 perces mintát veszel ebből, és még inkább világos, hogy bazd meg, ha egy ilyen helyen dolgozol, akkor ne az intézmény, meg a foglalkozásod, hanem ezek a kurva nehezen elfogadhatóan viselkedő és a társadalomra nagyon fel nem készített szerencsétlen gyerekek legyenek a prioritás. Akkor is, ha berúgják a labdával az ablakot, akkor is, ha drogozáson kapod, akkor is, ha visszafeleselnek, tudod, nem szeretett teljes közegben nőttek fel. Tehát biztos, hogy viselkednek úgy, amitől az oktatóban újra és újra felmerül, hogy ezek nem érdemlik a segítséget. De akkor menj el onnan, bazd meg, máshova dolgozni. Tehát kurva magas tartás meg gerinc kell ahhoz, hogy azt mondd, hogy azért jöttem, mert tudom, hogy senki nem fogja megköszönni azok közül, akikért én itt dolgozom, de minden nap be fogok jönni és folytatom. És ha ez nincs meg, akkor takarodj a faszba. Az a nagyobb probléma szerintem, hogy ugye nem csak ilyen emberek vannak benne ezekben az intézmények, de erről már tényleg sokat beszéltünk, hogy akik azt mondják, hogy hú, na hát, hogy viselkedik ez a gyerek, bassza meg, én nem fogok neki többet segíteni, vagy nem tudom, hanem hogy ráadásul tényleg még ezt a borzalmas szarrendszert direkt ki is használják a pedofilok, és így rárepülnek, hogy direkt a gyerekek közelében legyenek, és csak azt érzik, hogy na hát, milyen kiszolgáltatott itt mindenki, de jó dolgom lesz nekem itt. De kurva szar lehet nekik az a pár év, amíg nem ők az igazgató, hanem így mennek fel a ranglétrán, és már most pedofil vagyok, de jaj, az nem. Most milyen jó lenne a gyereket megkérni, hogy nem tudom, fogdossa meg a faszomat. Mire pozícióba kerül, fölnő, bazd meg. Nem? Szóval azért először, Jánosnak is nehéz élete lehetett. Először még a kisebb gyerekeket kellett megnézni, még nem is tetszettek neki, de hogy majd ők lesznek korban, amikor
Aha. Formaidőzítés. De ilyeneken gondolkodik. Az, amikor azt mondja, hogy hogy tudnánk kettesben lenni, meg hogy tudnék a bizalmába férkőzni, hogy abba az meg ezeknek a... Az is baj, hogy pedofil, az, de az a baj, hogy predátor, az a baj, hogy lelketlen. Tehát az, hogy mik az ő vágyai, és hogy ez a hatalmi játék az, ami őt kielégíti, ráadásul a védtelenekkel szemben, ez önmagában ez kurva gáz, de ha soha nem csinálja, akkor az egyedül az ő kurva nagy problémája, hogy ez megy a fejében. Mm. De az, hogy megteremti a lehetőségét, és a tetlegességig viszi, és minél ártatlanabbakkal, annál borzalmasabb, de ez nem azt jelenti, hogy aki a határon mozog, az tulajdonképpen nem is baj. Az, az meg bestiális. És az, hogy te ilyen pozícióba kerülj, az valószínűleg olyannak, aki ilyen családbarátja, annak még könnyebb is. Ez bazd meg, ez az ember, ez addig melózott életében, amíg egy komplett intézményt rá nem bíztak, és nem attól a naptól lettek valószínűleg ilyen késztetései. Kitartóan dolgozott, hogy a végén szó szerint azt kapja, amit a mellényes, dinamitos, öngyilkos merénylők, tudod, a 72 szüzet. Kibaszott keci nyomorult ez. Igen, és mindezt úgy, hogy közben végig valamilyen hatóságok felügyelete alatt, tehát minden hely, ahol dolgozott, meg minden, amit csinált, és valahogy senki nem vett észre, de akár bele is nézhetünk ebbe a rövid szösszenetbe a házon kívülből, hogy megnézzük, hogy hogy nézett ez ki. Amúgy texturális, hogy van ez a kándre, és lesittelik, és utána valahogy kilobbizzák neki a kegyelmet, és aztán valóban volt egy ilyen 444-es riport, ahol látványosan meg volt szeppenbe, és nem is tudom, hogy kit, de oda ment hozzá egy riporter, és akkor elkezdte kérdezgetni, és mondta, hogy ő nem nagyon tud erre mit mondani, és hogy nem próbált elmenekülni, meg semmi, hanem egy ilyen, tényleg egy olyan ember képe volt ott, aki tudja, hogy mit tett, hogy így érzi annak a súlyát, és ő nem akar szerepelni, meg bocsánatot nyerni, meg mit tudom én, meg parádézni ezzel, hogy kijött a börtönből, meg hogy kegyelmet kapott, hanem egész egyszerűen ő csak így csendben örül annak, hogy visszakapta a lehetőséget annak, hogy normális élete legyen, meg azt csinálja, amit szeret, feltételezem, és ehhez képest most ez egy egészen más képet fest le. Szép napot, Andrea. Jó, köszönöm szépen. Sportember. Hát igen, ide jöttem. Egy napos délutánon találkozott egymással február végén egy budapesti parkban az elnöki kegyelmet kapott K. Endre és az a fiú, akit 8 éve bűnsegédként arra kényszerített, hogy változtassa meg az igazgatóra tett terhelő vallomását. A volt igazgató helyettest nagyrészt ezért ítélte jogerősen 3 év 4 hónap börtönbüntetésre a bíróság. Én már mindentől nem tehetőt megtettem. Nem értem, hogy még mire lennék én. Egy héten belül ez már a második találkozójuk volt. Néhány nappal korábban ugyanis K. Endre már egyszer felkereste a fiút, akinek arcát kitakartuk és hangját eltorzítottuk. Lementem hozzá, találkoztunk, vett nekünk enni, anyukámnak cigit, adott 6000 forintot, pénzt, segített. Beszélgettünk, csináltam neki 2 videót az ártatlanságára. A videókat K. Endre kérte tőle. A fiú szerfüggő, és mint mondta, akkor is tudatmódosító szerek hatása alatt volt. És mondta az Endre bácsi, hogy ezt miért akarja konkrétan? Miért kéri tőled? Hát azért, hogy neki az ártatlanság felmaradj, és hogy ne kerüljön bajba. Az igazság, hogy már talán át is beszéltük ezt a történetet, de tényleg nagyon furcsa, hogy mi a franc szüksége van erre, de nem is ez a legérdekesebb benne szerintem, hanem hogy tényleg gyakorlatilag az egy dolog, amit biztosan tudtunk róla, és amivel a probléma volt vele, ezt próbálja újra megcsinálni. Most készül újra elárulni. Tehát az, hogy felvette egy vagy 3 darab videót, ami tanúvallomásként akár használható, vagy bizonyítéként beidézhető, majd egy héttel később gondolom, hogy mennyi energia kell lesz, hogy azt mondta, hogy figyelj, én segítettem neked, de mégsem akarom, léci, töröljük le, letörlik, remélem a töröltelemekből is. Közben mondja Endre bácsi, hogy de hát az ügyvédnek már átküld, tehát azt, hogy ő azzal mit kezd, azt én nem tudom. Nem, és így kinyitja a lehetőséget, hogy ha később beszélgetni kell arról, hogy rohadjál meg, miért használtad mégis, amikor világosan megmondtam, hogy nem akarom, hogy ez a videó létezzen, akkor mondta, hogy jaj, hát az ügyvéd, hát én vele alig beszélek, hát ő nem az én érdekemben, az én megbízásomból csinálja, amit csinál. Ott maradt a telefonján, hogy újra meg fog az történni, hogy amit kérsz, amit szeretnél, ami az önrendelkezésed, az meg a szabad akaratod, azzal én élhetek és kufárkodhatok, és azt én felülírhatom. Illetve, hogy ártatlansága fennmaradjon, tehát az most sem maradt, nem ártatlan. Most már az.
nem, kegyelmet kapott. Tehát az ha még jó, vissza igaz. Is kapta a tiszta Priuszát, az ártatlanságát azt nem kapta vissza. Ez az ember, ez egy elítélt bűnsegéd. De hát arra már kiemlékszik. Igen, mikor volt már az. Amúgy a rendőrség ennek kapcsán, ennek a videónak a kapcsán el is kezdett vizsgálódni, úgyhogy lehet, hogy lesz valami foganatja, ami hát nem lenne rossz. Jó, van ez így. Emellett ugye beiktatták az új Novák Katalint, Súlyog Tamás néven, akiről hát sok mindent tudnánk mesélni, hát mindannyian nagyon jól ismerjük Súlyog Tamást, igaz? Hát nagyon régi... Évek óta követem. Igen. Legnagyobb rajongó vagyok. Egy olyan ember, aki híven tudja képviselni, úgy érzem, hogy mindannyiunkat, mert hát mindannyian ismerjük, szeretjük, tiszteljük, becsüljük. De... Én a kúriai határozatot gyűjteményét csak azért fizettem elő, és olvasom, pörgetem. Néhány lap még össze is van ragadva. Bocsánat, értem, hogy az Alkotmánybíróság az nem a kúria, de szarom bele. Tudod, az ember nincs felépítve, nem gondolták, hogy belőle egy politikai termék lesz. Nem hallottál róla 100 000-szer, mint a sztárügyvédekről, vagy a sztár alkotmányjogászokról. Nyilván az én hiányosságom, nyilván, hogyha valakinek alkotmányozási, vagy alkotmányt kritizáló, vagy alkotmányt az alkotmányhoz fordulni kényszerű, feljebb viteli ügye van, akkor találkozott vele, de azt gondolom, hogy korábban voltak már jobban megalapozott elnökei az Alkotmánybíróságnak, akik úgy a közéletben inkább jobban reflektorfényben voltak. Én mondjuk egyet nem tudnék mondani úgy, hogy az Alkotmánybíróság városából jöttem. Ki is volt írva egy időben az Esztergom tábla alá, hogy az Alkotmánybíróság városa, és szerintem egyszer nem üléseztek ott. Igazad van egyébként, tehát a Sólyom Lászlóval sem voltam ilyen ismertségi viszonyban, mielőtt köztársasági elnök lett. Ő is alkotmánybírósági elnök volt? Ő azt hiszem, hogy igen. És akkor ezt gondolta az Orbán, hogy akkor biztos az ugyanaz. A Sólyom László és a Súlyog, ez ugyanaz. Lehet, hogy ez probléma. De esküszöm számomra, Sólyom volt eddig a utólag a legelfogadhatóbb köztársasági elnökünk. Nálam még a Göncöt is veri, mert a Göncnél azt érzem, hogy a bennem lévő libernyáknak a nem tisztánlátása, vagy ilyen megfestettsége az, ami lelkesedik, de világos, hogy vele szemben nem voltak annyira elfogadók. Míg a másik oldalon a Sólyomot, vele szemben nincsen pártpolitikai odahúzásom, és mégis elfogadóbbnak érzem. Ezért azt gondolom, hogy ő volt a leginkább konszenzuális, vagy támogatható 360 fokosan. Nem is a Schmidt-Pál, meg vagyok lepve. A Schmidt-Pál a legnagyobb felbaszódásom volt életemben az, hogy tudod, így bejársz egy egyetemre, odafigyelsz, látod azokat melletted, akik kipuskázzák, nagy nehezen megcsinálják, akik tanulnak akár, de nem a tudást sajátítják, kell, nem jutnak egy tartós viselkedésváltozáshoz, nem lesz az, hogy egész életükben új, tudományosan megalapozott alapelveket nyernek, amellyel így átlátják a világot, vagy tudod, bármilyen témát ilyen szisztematikusan felbontanak, mert nyertek egy ilyen háttértudást, hanem így kb. Átbukdácsolnak rajta, és kapnak egy diplomát, és tudod, az meg így működik. Az az ő problémájuk, hogy nincs tudásuk, csak diplomájuk lett. Sokkal jobban érvényesülsz az életben bármilyen feladatban, ha érted, hogy ez a dolog a hogy működik, mint egy órabű. És ők is végül is csak az, jó, akkor irodavezető lettem valahol, és kellett egy akármilyen közgazdász diploma, vagy nem tudom. De az bazd meg, hogy ugyanezzel a mentalitással te doktori fokozathoz jussál, az a mindenkinek, aki nem aki diplomás, hanem aki tud, aki mögött tudás van, aki azért ment tanulni, hogy tudjon, az, mintha lehugyoznád a mindenki másnak a tudását ezzel. Tehát viccet csinálsz abból, hogy az, hogy doktor azt jelenti, hogy tudós. De ő nem valami tesi doktor volt? Hát bazd meg, és akkor az nem tudomány. Én nem értem, mondom, hogy a tantárgyak között azért egy ilyen kis vicces szamárpad a testnevelés. Tréningbe mi bejárunk síppal a nyakunkban, mintha tudod, a ilyen szerencsétlen, ha bármi baj van, ezt fújd meg, jó van, mehetsz, hogy kicsit olyan a tanári karban, mint ahogy a dobosokat cukkolják, hogy már nem közösség, de még nem zenekartod, meg ilyen van, keciségek. De attól még a testneveléssel, az anatómiával, az emésztőrendszer, vagy metabolizmussal kapcsolatban, az egésznek a filozófiai hátterével, az, hogy a sport egyébként milyen attitűdöt nevel, és melyik sportág, és milyen intenzitással milyen attitűdöt nevel, akár kutatni bazd meg,
meg ezeket a visszaéléseket, ami megint ilyen pedofil szomszéd, ugye, hogy a masszőrök meg az edzők hogyan bántják a gyerekeket, és akár élnek vissza szexuálisan, lásd az amerikai tornász válogatott csajok körül évtizedig legyeskedő orvosnak az ügyét. Szóval azt hiszem, hogy van mivel foglalkozni a sporton belül úgy, hogy azt tudományként is tekintsd, és nem úgy nézek rá, hogy akkor biztos mindegyik egy ilyen tesi tanár, hogy így áll, vakargatja a tökét, meg ilyen kicsit ilyen igénytelenebb ahhoz képest, hogy a matek fizika, vagy a történelem földrajz szakos tanár az meg hát egy ilyen természettudós. Én biztos vagyok benne, hogy van mit kutatni a sporton, és talán még olyan dolgok is, amik bődnek hatnak, olyan dolgok is nagyon érdekesek lehetnek, meg fontosak lehetnek, és sőt, aki doktori fokozatot szerez, ugye attól se elvárható az, hogy mondjuk ő egy sport területen doktori tudományos fokozatot szerzett, hogy akkor ő majd nem tudom, akkor bármelyik orvos, bármelyik értekezésével majd ott le tud ülni, és akkor így egy ellenpontot bármikor fel tud venni, vagy nem tudom, de az is érdekes, hogy Schmidt Pál, ugye miből írtam, mi ez az olimpiai játékok programjának elemzése, ez volt az, amit felhasznált, és amiből szétplagizálta a sajátját. Ez egy bachelor szintű szakdolgozathoz nem elég ígéretes cím. Nyilván más az évtized, vagy egyszerűen kevésbé volt komolyan vehető, de egy diplomamunkának, legyen az alap vagy mesterfokozatú, azzal szemben támasztható elvárás, hogy adj neki egy olyan címet, ami tényleg konkrét, ígér valamit, és azután abban a dokumentumban meg is valósul. Biztos megvalósul az, hogy elemzése, de hogy milyen céllal, várakozásokkal, mit igazolsz, vagy mi az, ami megdől benne. Ez egy ilyen gimnáziumi. Nem olvastam, de hát ősre baznak, szóval. Minden egyetemen megvannak azok a diplomamunkák, nem? Amikor valaki tényleg csak így, már csak kell neki a papír, már ott van, nem tudom, 5-6 éve, és akkor a tanárok is csak legyintenek, hogy nincsen semmi baj, Lacika, akkor... De a doktori szinten ez ne legyen. Tehát az, hogy fölveszel egy ilyen tématárgyat, és a szeminárium vezetőd ad neked 12 címet, így a 20 embernek kiosztja, hogy ilyen címűeket írhattok. És az emberek 90%-a ezt elfogadja, azzal nincs gondom, ez egy olyan cím. És mindig van egy-két ember, aki azt mondja, én arra, hogy én nem fogok valami olyanról értekezni, amit már más is néz, meg amit tavaly is föladtál. Nem sok munka egy diplomamunka. Nettó egy hét munkánál több nincsen benne. Ha van, akkor tök jó, hogy van, hogyha kutatott, meg kurva sok interjút csinált. De valójában 3,5 éven keresztül kéne valamin dolgoznod. Ha ő ezt várja el, és te tényleg így el van nyújtva az odafigyelésed, akkor viszont hadd válasszak már valami olyat, ami új, más nem csinálta, és engem érdekel, és úgy gondolom, hogy hasznos lehet a kimenete, le akarom vonni a következtetéseit. Vannak különbségek, nálunk volt, aki utat tervezett, és azt az utat meg is építették, és az egy erdőmérnök. De volt olyan, aki például már egyértelmű volt, hogy ő nem szeretne a szakmába dolgozni, hanem ő népdalkutató szeretne lenni. És abban van a pénz. Igen. Ja. És erdővel kapcsolatos népdalokat gyűjtett, és az volt. Marosszéki kerek. Igen. Erdő. Amit már régóta tudjuk, hogy ez valójában annak a szövege csak annyi, hogy erdő, 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 és akkor utána, ha már elég részeg vagy, akkor tudod úgy is folytatni, hogy erdő, erdő, erdő. 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 A közbizalomnak a 21. századi Magyarország kötőanyagának kell lennie, bizalom nélkül nincs működőképes állam, gazdaság és jogrendszer sem. Őszinteség nélkül pedig nincs bizalom. Az őszinteség a dialógus meglétében nyilvánulhat meg. Arra fogok törekedni, hogy a kölcsönös érdeklődést, megértést és meghallgatást erősítsem a gyanakvás helyett, a tiszteletet biztosítsam a gyalázkodás helyett. Erre bátorítok minden magyar embert, a jog alapján álló értékközpontúságot követő együttműködést ajánlok. Mondta Súlyog Tamás a beiktató beszédében. Csokoládé, hiányzik a kontextus. Elfogadod ezt, Oszi, ezt az ajánlatot? Egyébként tök jól hangzik, tehát hangoznak el benne olyan értékek, amelyeket ha követ, és sok minden fölé helyez, és egyébként mindannyian követnénk, akkor sokkal jobban ki tudnánk békülni azzal, hogy időnként 4-8 évig, nem 20, a másik társaság más lelkülettel, más dolgokat szerető, máson elérzékenyülő és mástól undorodó emberek akarata jobban érvényesül. Ők vannak többen, tehát így van jól abban az esetben. De az, hogy például azt mondja, hogy bizalom nélkül nincs működőképes állam, tehát a probléma az, hogy van bizalom, pedig nem kéne legyen, és van működőképes állam, nyilván ő ezt szeretné állítani, de még én is elfogadom ezt, tehát van bizalom, és az egyelőre probléma, hogy van bizalom, de tök jó lenne, ha a bizalom olyan lábakon állna, ami nem a félelem, meg a hazugság propaganda, meg az itt van 10 000 forint, meg mindjárt jön a migráns, megeszi a gyerekeidet,
meg ilyenek alapján lenne, hogy megvéd minket a láthatatlan ellenségtől, hanem attól, hogy mondjuk transzparencia van. És akkor tovább megy, tök jó hangzik, hogy az őszinteséget a dialógus alapozhatja meg, azaz legyen párbeszéd, amit szintén egyetértek. Tehát olyan ne legyen, hogy dollármédiának nem nyilatkozom. Én sem mentem el a Pesti TV-be beszélgetni, amikor hívtak, de elmentem a Karc FM-be. Tehát érted, ami most már Hír FM. Szóba akarok állni azzal, aki nem oda szavaz, ahová én, mert nem szeretnék abban a homályban élni, ami egy részben még ezzel a törekvésemmel együtt is terhel, hogy csak onnan, tudod, ez a buborék, de hogy ez bazi nehéz levetkőzni. És nem gondolom, hogy racionális a politikai döntésünk, hanem kurvára érzelmi alapú, ezért akarom tudni, hogy a másiknak mikor szökik könny a szemében, meg mikor csapkodja az asztalt, meg mond olyan számomra nem szimpatikus dolgokat, hogy meg kéne verni, meg föl kéne akasztani, meg nem tudod, ilyen, baj, ilyen házi bajerkedéseket, hogy megértsem jobban a másikat. És akkor, ha ezt a dialógust én óhajtom, és nem akarom azt mondani, hogy nem ülök le egy asztalhoz, vagy legalábbis azt a témát, azt én tabusítom, és nálam itt nem lehet szóba hozni azt, ami neki fontos, akkor ez feljebb is működjön már így, és ne csak az legyen, hogy de hát a parlamentben meg lehet kérdezni, ahol az meg az a válasz utána, hogy de maguk is csinálták, ami egy érvelési hiba. Ezt ne lehessen, mert akkor esetleg legyen az alkotmányban baszki, hogy az interpellációra a válaszban az, hogy ti is ezt csináltátok, meg ő kezdte, meg ki mondja, meg az ne legyen már, az ne legyen az, hogy a másik képviselő azért nem kérdezheti, mert annak a pártnak a jogelődje 16 évvel, vagy 25 évvel ezelőtt csinált egy ugyanilyet, vagy a múlt héten a másik. Bazd meg, ezt nem az az ember kérdezi, aki ott áll olyankor öltönyben, hanem én, akit ő képvisel. És mindenkinek, aki azt oda beszavazta, nem mondhatja azt, hogy te sem vagy jobb, hanem bazd meg, válaszoljál a kérdésre, ez az egyik. A másik, ugye az teljes felkérdezhetetlenség, hogy az, hogy párbeszéd, ez ne szűküljön össze abban, hogy a Gulyás Gergelynek 15 kérdést föl lehet tenni egy héten, amiből 13-at ő maga írt meg, vagy nem tudom, mikor tud azt mondja, hogy hát a kérdésben egy kicsit a saját szellemi termékemet látom visszaköszönni, ez kurva jó pillanat volt. Mert azért a csávó az kritikus, meg szerintem az egy kemény meló. Tehát ők szerintem 2 kilót fogynak egy ilyen sajtótájékoztató közben. Különösen a múltkor, amikor a Szentkirályi Alexandrával egyszerre kellett ott állnia, és szegény Alexandra adta át az egyik díjat a Vásárhelyi Jánosnak, de hát ő nem tudja, hogy... De értem, hogy nem tudja, de kurva kellemetlen lehetett ott helytállni. De ne ez legyen, hanem az meg az évértékelőn, meg az MTVS interjún kívül a miniszterelnökhöz lehessen már valamennyi kérdést intézni, és értem, hogy az elnökök vitája a választások előtt az egy show műsor, meg hát az kurva nagy kockázat nekik. Vállalják azt a kockázatot, baznak, lehessen belesülni, lehessen az, hogy 3-5% szavazat az érkezik, vagy elveszik, de vállalják ezt az ütközést. Így lesz párbeszéd. Na most mivel szerintem most nincs, vagy kevesebb, én remélem, hogy a Súlyog Tamásnak ez a nyilatkozata azt jelenti, hogy ő szeretné, ha a dolgok másképp lennének, és majd tesz ezért. Minden kétségem megvan azzal kapcsolatban, hogyha még így is van, mennyire sikerülhet, de ha már előadta ezt a beszédét, akkor hadd értelmezzem így, és ez legyen egy vállalásban, az ne csak valami hangzatos izé, hogy pár értéket dobálok, és majd akkor imádni fogják. Ez szerintem egy jogos felvetés, hogy legyen tett vágy is, amögött, hogyha mond valamit egy köztársasági elnök, hogy akkor ő szeretne egy ilyen országot, akkor ezt majd megkérdezhessük mondjuk egy év múlva tőle, hogy bocsánat, Súlyog úr, ez... Hogy érzi, hogy közelebb kerültünk ehhez a célhoz, vagy esetleg távolabb lettünk? És válaszolok. Sikerült megőrizni. Minden rendben volt, minden rendben van. Nagyon jó, de szerintem amúgy őszinteség nélkül, mármint bizalom nélkül is van diszfunkcionális állam, mint amiben most élünk, és hát látszik, hogy működik, amellett, hogy a rendszerek jelentős része nem működik megfelelően, amellett mégis még mindig járnak a buszok, még mindig vannak kórházak, nincs egy látható összeomlás, és hiába nincsen valójában igazából bizalom, mert senki nem bízik a másikban, és senki nem bízik egy politikusban. De ez bizalmi alap, ez egy legitim kormányzás, érted? Ez még bizalmi alapul. Soha nem bizalmon alapult ez szerintem. Ez azon alapul, hogy megszoktuk, hogy vannak választások, és hogy valakire kell szavazni, nem sokkal inkább. De nincs senki, akiben megbízol, mindig a kisebbik rossz van. Mély a Gyurcsány jobb volt? Igen. Ez nem bizalom, hanem ez ilyen legkisebb rossz számára. De lehet, hogy van, akinek ez a bizalom az alapja ennek, de leginkább a másiktól való félelem az, ami mostanság az urnákhoz viszi az embereket, és amúgy lehet, hogy így volt régen is. A párbeszédnek a hiány
hiányára pedig, ugye emlékszel még azokra az időkre, amikor kb. Mindig meg lehetett kérdezni egy országgyűlési képviselőt egy folyosón a parlamentben. Még akkor szerettek szerepelni. De lehet, igen, hogy azzal, hogy ezzel megüthetik a bokájukat, és ennek mi örültünk, és élvezettel néztük, ahogy a sajtó elvégzi a saját feladatát, hogy átláthatóvá teszi ezt, hogy kikre is szavaztunk mi, és ezeket a megbízásokat időről időre vissza is lehet vonni legkésőbb a következő választáson. Ez nem tűnt kifizetődőnek, úgyhogy ne szólj szám, nem fáj fejem. Szerintem ez azzal köthető össze, hogy már van saját médiájuk, amiben beszélhetnek. És akkor így már nincsen szükségük arra, amit nem tudnak kontrollálni. De ez is oké, de ne kontrollálják, baszki, hanem ha saját médiájuk van, akkor az lejtsen a pálya. Érted? De ne az legyen, hogy nincs pálya. Csomó kritikus Fidesz szavazó van. Úgy, sokkal kisebb a kritikád azzal kapcsolatban, amiben részt vettél és legitimáltad. Ugyanúgy, ahogy ha én szavaztam valakire, és azoknak vannak ilyen szennyes ügyei, akkor egyrészt ugye azt már a saját elfogultabb te oldaladon lévő médium sem teregeti, kicsit egyszer megemlíti egy cikkben, de tudod, nem visz olyan következetesen, tehát ők is átverik magukat, meg minket, meg te is magadat, hogy jó, de hát nem volt más választása, de azért valamennyi ebből, akkor osszuk el hárommal. De egy 33%-os szorzóval azért te is ítélkező vagy, meg belátó azzal kapcsolatban, hogy nem sokkal jobb az sem, ahova te tetted az X-et, és ott felelősnek érzed magad. És megfogalmazol valamilyen kritikát, baszki. De fogalmazna meg az ő újságírója is. De nem fogalmaznak meg nagyon sok esetben, és ez szerintem is egy hatalmas probléma, és szerintem ez egy nagy különbség. Aközött, hogyha nem tudom, azt mondja egy politikus, hogy ő nem válaszol egy kérdésre, mert inkább azt mondja, hogy boldog karácsony, és akkor erre te számon kérdez, hogy ezt hogy képzeli egy politikus, hogy felmerül egy jogos kérdés, és ő nem hajlandó rá válaszolni, és akkor ezzel szemben jön esetleg egy olyan érv, hogy te miért kéred számon, amikor te nem mész el a pesti srácokhoz interjúra, de te se nem vállaltad senkinek a képviseletét, és a kérdés, amire a boldog karácsony volt a válasz, vagy amire az a válasz, hogy de hát önök csinálták ezt nem tudom hány évig, az pedig nem is valaki olyantól jön, akinek a profilképe egy aktuális politikai vezetővel a pózolás. Tudom, hogy nem elegáns ez a propagandistázás, de szerintem azért tényleg meg kell válogatni. Annyi ilyen vitát láttunk már, ahol újságírók, meg gondolkodók, meg nem tudom, leültek ezekkel a propagandistákkal beszélgetni, és valahogy soha nem sikerült a paneleken kívül semmi mást mondaniuk. Lehet, hogy a te beszélgetésed az jó volt a Karc FM-ben ettől függetlenül, meg tök jó volt egyébként. Meg lehet jókat beszélgetni ezekkel az emberekkel, de az a gond, hogy én onnantól kezdve, hogy egy kamera bekapcsol, még őszinte szót nem nagyon hallottam a legtöbb ilyen arctól. Igen, mert le kéne vetközni ezeket a karótnyelt dolgokat is, hogy akkor a tévében vagy akkor zakót kell venni. Ezt még én de rád viszhetsz egy Citroen emblémát, de mindenképp az rangjelzés, csoki. Az volt a Módia Sport TV-n, hogy így zakóba bementek elemezni a Siófok Pécs meccset, és ott volt így a zakón egy ilyen Citroen jel, meg az Ingnek a nyakán. De szponzor? Igen. Ja, és az Ing tele van varva szponzorokkal. Igen. Fú, ez roppant kínos, de az meg a focit, nem tudom, a sportot általánosan, de a focit, amihez kapcsolódóan én leginkább tudom azonosítani a suttyóság jelenlétét. Nem az átható általánosságát, de a suttyóság jelenlétét a kispadon, az edzőben, az öltözőben és a lelátó egy részén, és semmi problémám ezzel, csak könyörgöm, mondjuk ki. Ettől még létezik. A saját suttyóságomat is észreveszem, és nagyon szórakoztat és felszabadító, és otthon, tudod, vagy nézünk valamit a tévében, és azért közben egy-két megjegyzés elhagyja a számat, ami de jó, hogy nem hallotta senki. Tehát ne legyünk már bazd meg álszentek, mint a nem mondanál ilyen kibaszott ortó dolgokat néha. Itt is valószínűleg mondunk ilyeneket, de hogy a focit megpróbálják kimosdatni és felöltöztetni, azt, hogy egy ilyen válogatott, akik ilyen turhás köpködésekkel vennek, meg mit tudom én, hogy hányan dugnak meg egy nőt bedrogozva az öltözőben, meg tudod, ilyen sztorik, és akkor így zakóban szállnak föl a repülőre. Miért nem lehet őket hagyni tréningruhában utazni? Mi közük van ez az egészhez? És ugyanígy az edzőjük, aki a pályaszélű lövölt, hogy menjél rá a kurva nyelvet!
Zsolt! És ez zakóban van, mert amikor éppen nem üvölt, akkor fölöltözteted. És ez egész kurva, ez egy rohadt nagy hazugság ez az öltöny, és a telesport ezt ez behozta, tehát a zakó és a sport tudósítás szerintem összenőtt azzal, hogy a zöld, meg a rózsaszín, vagy ilyen fonnyat eperszínű zakó, az a telesport zakó. Tehát a 90-es évek elején a telesportosok lehet, hogy ilyen sötétebb, ilyen pirosas árnyalatban voltak, de tök világos. A zöld zakó az a, az a minden esküvőn van egy ember zöld zakóban, aki még azt hiszi, hogy 93-at írunk, akkor két zöldben. Hónapig divat volt. Inkább ilyen sötét, de élénk szín, szóval nagyon, nagyon 90-es éveken Domus húzat, meg a BKV-n ugye vannak, van egy ember, aki szerint tervezi ezeket a BKV ülés húzatokat, ami rohadt nehéz lett, hogy eleve úgy kell kinéznie, mint a hányás, hogy amikor majd lehányják, akkor ne látszódjon. Szerintem az úgy alakulnak ki ezek meg, ami a MÁV-on van, hogy nem tudom, van egy ilyen halom, ahova félre vannak dobálva azok, amiket nem használtak semmire, és akkor így nézték, hogy ó, ez tökéletes. Ezt szeretnénk akkor ebbe egy ilyen 4000 méternyi. Ja, hogy az abból után rendelni kell, mert amúgy egyforma, tehát pénz, ott pénz az el van költve. Nem, ez így. Egy csomó helyen a padló direkt mintás, hogy itt a fürdőszobában, vagy ne kelljen naponta összesöpörni a egy darab szőrszálat, és akkor van benne egy ilyen kis pröttyentettség, tudod, mint a Seven Up-os póló régen, hogy van egy ilyen kis mintája, és akkor egy picit tovább lehet koszos 24 órányiban. De tisztán is koszos. Igen, azért, hogy tartósabb legyen a benyomás. Ezért hányás mintás a BKV ülés. Na most az, hogy működjön a sajtónak ez a kvázi kiegyenlítettsége, ehhez a centristákat nem kéne hazaárulózni, hogy na, mi van, akkor te senkivel, nem is hazaárulózni, hanem ez a csapat nagy faszusággal terhelni, hogy na mi van, akkor te akkor se ide, se oda, akkor te mindenkit el, akkor sem. Bazd meg, itt próbál, tudod, az ember valami más elvet oda tenni, mint a pártzászló, hogy nekem ez számít, és amikor az enyémek elbuknak benne, akkor mérges vagyok, és ha a másik sikeres benne, akkor tudok neki örülni. Vagy rendelkezik ezekkel az erényekkel, hogy próbálj egy picit hátrébb lépni, miközben azért nyilván húz vagy balra, vagy jobbra, de mondjuk nem pártzászló alá, és akkor ezeket így kibaszkodjuk, meg nem hiszünk nekik, mert ők most akkor újpestes vagy, hogy fradis, nekem nem mondjad, hogy nem nézel focit, mondani. Hanem mondjad, hogy melyik csapatnak drukkolsz. Hogy te annak drukkolsz, hogy szét, hogy sok gól legyen a meccsen? Jó meccs legyen? Ennek drukkolsz? Ebben a kontextusban nem tudom értelmezni, nem tudok végignézni egy meccset, soha életemben nem láttam foci meccset. De azt lehet ott képzelni, hogy ugye vannak azok, akik valamelyik csapatnak szurkolnak, mint hogy valamelyik pártban vannak. Amikor benne. Apukájuk elvitte őket egy nagy meccsre, akkor abban az időben, vagy apuka melyiket szerette, vagy ki volt az NB1-ben a legjobb, vagy pedig világszinten azt a VB-t azt kinyerte, és abban benne marad élete végéig, lesz egy ilyen törzstudatod, gondolom. De hát és akkor ezt más. Szereted. Mert az volt, hogy melyik csapattal volt a FIFA-ban, az első FIFA-ban. Aha. Kell, hogy legyen valami személyes tétje, tehát hogy lehet, hogy én is élvezném a focit nézni, ha fogadnék 10 000 tipmixen. Akkor már én is benne vagyok valamennyivel. De amúgy nekem tök mindegy, hogy melyikük nyer. És ügyesen labdáznak. Én tudom, hogy ez nem népszerű, minden az emberek szeretik a focit. Elképesztő, tudod, hogy így fölrúgja, és hogy a tarkolyán megtartja, de ezt meg nem csinálják a pályán. És ahányszor mellé rúgja, tudom, hogy menjek a picsába, mert ez nehéz, mert futnak, meg ott üldözik, meg úgy csúszik a fű, meg izé. De hogy így nem a kapuban rúgja, és kivédi a kapus, hanem azért nem gól, mert ilyen tudod, így el, valami teljesen másfele megy. Az olyan, mint én reggel néha a munkahelyemre, amikor bemegyek, két házzal odébb mennék be, és órákig ott lennék, és ők szólnának, hogy elnézést, uram, szeretnék önt átkísérni, a 26-os számban dolgozik ön. Na mindegy, szóval én nem tudom ezt nézni, de hogy ez a centrizmus lehet, igen, hogy azt mondod, hogy nem érdekel. Például bazd meg, amikor elmész Chicago, nem is Chicagóba, mondjuk Atlantába mész, és pont akkor egy hétig ott vagy, és van egy NBA-es, NBA-s meccs. Van egy kosárlabda mérkőzés, és bazdmeg arra veszel jegyet, de az Atlanta Nobodies fog játszani a North Dakota Nobodies-zal. Tehát, hogy nem a Bulls fog a Lakers-el labdázni, hanem két csapat, ami a lista alján volt a vonatkozó EA Sports, vagy akármilyen számítógépes, vagy konzolos videójátékos játékban. Nem fűznek hozzá érzelmek, nem termelt ki egy akkora nagy, tudod, egy Magic Johnson, meg
Scotty Pippent, meg ezek ilyen régebbi generációk, de semmi között hozzá. De bazd meg egy NBA meccs, úgyhogy beülsz, és nem drukkolsz egyiküknek sem. Nem az van, hogy egy Bulls versus Nobody's meccs mérkőzésre ültél be, hanem egy senkik a senkik ellen, de mégis átérzed, hogy ott van valaki olyan felfelemutató Fields új nagy tenyér, de vicces, meg lehet kapni ilyen üdítőt, meg sörözünk a lelátó, meg drukkolnak, meg úristen, mekkora ez a stadion, meg de jó az a kijelző, fú, de magasak, és ez testközelből meg tudod, érzed azt a parketta szagot, meg ahogy de... csipog a cipőjük, meg tudod, és minden ilyennel együtt egy kurva jó élmény, és nem vagy benne semmilyen téttel. Tehát előfordul ez, hogy valaki azt nézi, hogy tényleg mennyire bravúrosan kezelik a labdát, meg de szép helyzetek voltak, hogy oldotta meg. Ebben én biztos vagyok, én csak azt mondom, hogy a hasonlat szerintem viszont nagyon jól ül azzal, hogyha valaki ezt mondja, hogy ezek a rohadt centristák, hogy nincsen lovuk a versenyben, hogy nem a Fradinak vagy az Újpestnek szurkolnak, és akkor egy meccsen, hogyha nézünk egy meccset, és akkor valaki odaül, és akkor ő azt mondja, hogy jaj, amúgy leszarja az egészet, hogy csak eljött megnézni, és akkor csak azt mondja, hogy jó meccs legyen, az se baj, hogyha kikapunk. Na, ez megvernék a B-középre. Hát de engem is idegesít. Én nekem nincsen igazán ilyen csapatom. Nagyfaterral, hogyha a Dorog meccsre kimegyünk, akkor ott tudok szurkolni, meg nemzetköziben a magyar csapatoknak, meg nyilván a válogatottnak. És hogyha oda valaki kijön magyarként, és azt mondja, hogy mit leszarja, hogyha most elvernek minket a románok, csak legyen egy jó meccs, lásson sok gólt, akkor az engem fölbassz. És amikor Dobrev Klára azt mondja, hogy magánügy, hogy kinek drukkol a bolgár-magyar mérkőzésen, az ő volt, vagy a Kálmán Olga, mert se tudom, hogy melyik bukós is. Hát a Dobrev Klára, aki bolgárabb, igen, egyébként. Kálmán Olga. De hogy ezt válaszolja, bazd meg, tudod, hogy majd mi találgassunk, amelyik jobban felbassz minket, azt fogjuk gondolni, és mindenképpen utálni fogjuk. A Dobrev Klára szerintem alapból ebbe van benne, hogy őt minél jobban rüheljék, és erre fogok mutatni még egy gyors példát, mielőtt lelépünk, mert már elpofázzuk az egész napot, Oszi. De csak azt akartam mondani, hogy szerintem azért szar ez a példa, ha bár tök jól értem, mert ez nem egy meccs, nem egy kurva foci meccsen vagyunk, hanem azt szeretnénk, hogyha ez az ország ez jobb lenne, ez inkább olyan, mint hogyha azt mondanánk, hogy a két csapatnak összesen 100 gólt kell rúgnia, és valaki akkor is azt mondja, hogy nem érdekli, az ő csapata rúgja mind a 100-at. És akkor már azt mondanám, hogy na jó van, álljunk már meg, bazd meg. Akkor nem zavar, hogyha valaki azt mondja, hogy neki mindegy, melyik csapat nyer, csak valahogy jussunk el A-ból B-be. És szerintem ez az, amit nem ért az, aki ilyen foci csapatként gondol a politikára, hogy hát már pedig akkor is a Fidesznek vagy a MSZP-nek kell nyernie, vagy tudom is én, mert hogy az az ő csapata, és akkor majd ők megcsinálják. És persze, hogyha két csapat van, két kapu valahol, összesen 100 gólt kell rúgni, tök mindegy ki, meg tudja csinálni bárki. De közben, amíg ezzel vagyunk elfoglalva, hogy csak ez a fontos, hogy kirúgja azt a 100 gólt, addig nem lesz berúgva az a 100 gól. Az a fontos, hogy ne ugyanannál legyen a labda 100 éven keresztül, szerintem. De az is csak ugyanúgy üzemelne minden, csak a mindenkinek a lelkiállapota szempontjából jó ez a váltógazdaság. Hogy egy picit mi, picit ti. Nekem az sem lenne baj, hogyha valaki 40 évig uralkodna, csak megfelelő irányba mennénk. De amúgy nem is tudom, hogy bele akarok-e nézni a Dobrev Klára TikTok-t. Bele akarsz nézni? Valamit pörgess le, azért ez mikrotartalom. Meg már megígértük. Köztársasági elnök úr elvárja az őszinteséget és a korrektséget, a jogbiztonságot, akkor lássuk Dobrev Klárát. Jó napot kívánok, köszönöm. Jézus, szűzanyám, Dobrev Klára belekiabált a fülembe. Töntöm önöket a TikTok csatornámon. Ezt ne így csináljuk. Azt hiszem, hogy ezt az oldalamat már nagyon sokszor láttátok. Arra készülök... Mint aki megírta a beszédét, de a lelki ismerete azon a ponton, a hamisság minden formáját ki akarja írtani, és nem csinálom azt, amit a tanácsadóim. Én egy őszinte ember vagyok. Leveszem az állványról a kamerát. Igen, így, de hát ez gondolom azonnal, ez így is nézett ki, ezt nem vágta meg senki. Megmutassam nektek azt, amit talán még nem láttatok, hogy hogyan indul egy nap, hogy hogyan dolgozunk, hogy milyen gondjaink, problémáink vannak napközben, és néha azt is, hogy igazítom meg a hajam, hogy ne egy tincset nézzetek folyamatosan. Kókusz plusz. Tehát miért ne érdekelné valakit a behind the scenes gyakorlatilag? Hát azért, mert ez is csak egy kampányfogás. Mert hogyha megnézed, hogy mi a behind the scenes, amit ígértünk. Akarod nekünk látni Göd értelmetlen beruházását, azaz Göd lombkorona sétányát? Mögöttem ez itt egy játszó. Azt egy csúszda, bazd meg. Ezt a játszóteret veszik körbe több méter magas zajvédő fallal, ott látod is a munkásokat. Mi folyik itt? Ha kíváncsi vagy rá, nézd meg a Facebook oldalamat, ott elmagyarázzuk. Nem a Samsung gyár, ami ott van hát a mögött.
De. Ja, arról fog beszélni? Hát arról azt hittem, hogy valami játszótér, és közben tudod, ott van a gyár mögötte, látom azt a játszememmel. Az van, hogy egy zajvédő falat húznak föl. A gyár. Na, kurva hangosak a gyerekek, bazd meg. Engem is nagyon ideges. Samsungnál dolgoznák. Én is kérném, hogy most már legyen valami fal a zombikán. Tehát az történik, hogy itt a gyár, itt a játszótér, itt a gyár, és itt vannak a lakások, és akkor ugye, hogy a gyárból jövő hang az ne zavarja a lakosokat. De a játszótérről jövő még igen. De nem, mert a lakóövezet és a játszótér közé kerül a fal, és a játszótér... Számomra viszont... teljesen érthető, baszki. Szerinted ez tökéletes. Egy őszinte pillanat. Figyelj, a saját gyerekeden kívül az összes többinek az üvöltözése hadd zavarjon már. Nem kell szóvá tenni, ne bánts, a szüleit se kért számon, hogy hogy neveli, mint a játszótér örjöngésre való nagyjából, vagy hát nem ilyen kínai gyerekeket szeretnénk, akik így vigyázban ülnek ilyen úttörő nyakkendőben. Mm. Neki a játék az az, ami. De ettől függetlenül azt lehessen már kimondani, hogy az, hogy konstans visít legalább 6 gyerek a 30-ból, a többi meg csak beszél, az nem olyan egyszerű. Mert volt egy faszi, aki szóvá tett valami focipályát pár éve, nem igen, tudom, igen. Hogy most Vácon, visszakapták már a gyerekek azt a pályát. Azon meg én is feldühöttem, de hogy én nem azt mondom, hogy húzzanak falat, hanem azt mondom, hogy amúgy zavar, csak egyetértek vele, hogy zavarjon egy nap 2 órát, mert majd amikor este 11-kor én üvöltve nézem a dűnét kivetítőn, akkor meg a szomszédomnak legyen egy belátása, hogy ez a 2 óra zavarás, ez meg az oszinak a zavarása. És amikor ő 6:45-kor elmegy sétálni, és bezárja 2-re az ajtót, kulcscsörgés, és papucs hang, vagy nem tudom, a lépcsőházban, az az ő zavarásos 2 órája, amikor én előbb ébredek az ő ébresztőjére, mint a sajátomra. Tehát, hogy mindenkinek jusson a napból egy szelet, de ez nem azt jelenti, hogy nem mondhatom azt, hogy a gyereküvöltés egyébként azért terhelő. De nyilván nem oda kell a falat építeni, de speciál ehhez, ezt egy másik vendéggel beszélt meg, hogy ez hiba. Szerintem nagyon sokan örülni nem, fognak. Nem, amúgy, tehát így, hogy ez nem fogná meg amúgy a mérgeket, amik kifolynak a gyárból, tehát tényleg nem arra van, hanem az ajra. És úgy, hogy a gyerekek üvöltözni mennek ki a játszótérre, így valóban amúgy ez lehet, hogy jobb megoldás. És viszont az még jobban alátámasztja, amit mondani akarok, mert én úgy látom, hogy a Dobrev Klára, csak úgy, mint a legtöbb politikus mostansága az ellenzéki oldalon, nem nagyon látja a fától az erdőt. Én úgy érzem, hogy vannak ilyen buzzwordök, amit így föl tudnak fogni. Teljesen elszakadtak a valóságtól, és akkor azt mondja, hogy lombkorona sétánya. Ez itt a lombkorona sétánya a Gödnek. Azért, mert azt tudja, hogy ott a lombkorona sétány, azon mindenki jót nevetett, micsoda nyomorult dolog. Azért az nagyot ment. Igen, igen, igen. És akkor most mondok valamit. Azt mondja, hogy ezért, hogy Fidesz által az országban kiépített korrupt félfeudális rendszerből kiesik egy kegyelmi ügy, ami nem csak az volt az egyetlen kegyelmi ügy, hanem közben valahol láttam már, hogy volt valami, nem tudom milyen városnak a polgármestere, aki meg sikkasztott, és ő is kegyelmet kapott. Aha, és valamikor egyszer. Hát, vagy a tavalyi 20-as csomagban nem a pápa tudom, akkor volt-e. Nem csak a pápa látogatás közben van kegyelem, nem, hanem ilyen karácsony, esetleg is. Augusztus 20, március 15. Hát, vagy nem tudom, jó. De valahogy nem részletezik, mert nem azt akarják bemutatni, hogy milyen ügyek azok, amelyben úgy érezzük, hogy méltányosságot gyakorolhatunk, vagy így elég baja lett már szerencsétlennek, annak ellenére, hogy kárt is okozott, hanem nem részletezzük, mert nincs egy egységes erkölcs a mögött, hogy kiket választunk ki, hanem az a lényeg, hogy a kegyelem az a köztársasági elnöki hatalmi intézménynek a része. Annyira hatalmas, hogy kegyelme. Tehát, hogy ő akár így kinyithatja a börtön ajtaját. És ha nem mondjuk el, hogy ki az a 20x ember, akit ilyenkor szabadon engedtünk, sőt, töröltük a Priuszukat, akkor összesen annyi az üzenet, hogy ez egy olyan hatalmas ember, aki a börtön ajtaját kinyithatja, ha akarja. Mit kell ebből értenünk? Azt, hogy hát akkor nyilván nem a miniszterelnöknek a távirányított embere, hát ő a börtön fölött úr. Ha a miniszterelnök úr csinálna valami rosszat, akkor a köztársasági elnök így beletenné őt a börtönbe. Hát olyan igazságos, mint Mátyás király. Szerintem ezt senki sem gondolja, hogy ez így működik, hogy neki van külön döntési jogköre erre, hogy kit enged szabadon, meg kit nem. Amikor mégis lehetséges, hogy így történik bizonyos esetekben, én sokkal inkább úgy érzem, hogy erre úgy tekint a rendszer, a hatalom, mint egy kiszabadulhatsz a börtönből kártyára a Monopoly-ban. Nyilván mindenkinek van valami haverja, aki a böriben ül, és akkor mindenki így tolja be, hogy hello. Kiket lehetne? Igen, ez nagyon jó gyerek, ezt mindenképp engedjük ki. Aha, látod, gazdasági bűncselekmény? Ez nem jó, mert itt az egész család abban utazik. Úgyhogy az nem
pedó. Na, azt legalább nem csinál a családom, azt kell, ezt kiengedhetjük. Nem konkurencia. Szubhumán, bestiális dolog, de ebben legalább nem vagyunk érintettek azokért. Nem ég vissza ránk, ez jó lesz. Ja, ez az mehet. Ja, és hát ezt érzem, hogy erre sikerül így rákapaszkodniuk mindig ezekre a szavakra, és aztán utána pedig csodálkozunk, hogy a lőtéri beszart kutyát nem érdekli, amit kárálnak róla, és akkor utána pedig Dobrev Klára azt mondja, hogy Klári vagyok. Azt mondja, Dobrev Klára már foglalt volt, vagy nem tudom, várjam, úgy tényleg. Ja, hogy az a handle-je, vagy az az URL-je a TikTokon. Van egy Dobrev Klára akkor. Kizárta magát, és nem emlékszik a jelszóra. Az ilyen keci boomer. Lehet, hogy ez nem az övé, hanem egy fake account, de követ 16 embert, viszont posztolni még nem sikerült neki. Legalább megvehette volna. Lehet, hogy másé, de az is lehet, hogy a Dobrev Klára szerette nézni a TikTokot, regisztrált meg izé, de aztán egyszer csak így kijelentkezett mindenki a TikTokról, és ő már nem tudja, hogy hová írta föl, ahogy a Tigáz izé azonosítóját is mindig úgy kell kikeresnie valahol a telefonos könyvnek a végére írta, meg a hűtőszekrényen van valami, ja, hogy nem tudja, hogy 1-2-3-4, vagy a kutyájának a neve, vagy a születési dátuma a jelszava. És amikor különleges karakter, akkor azt nem érti, hogy az mit jelent, hogy tudod, százalék jelenleg kettős kereszt, hanem, hogy úgy, mint a férjem? Fletó, egy különleges karakter. Kurva sokat beszéltem, bocs. De nem, hasznos, érdemes dolgokat mondtál, én nem is akartalak megállítani ebben. Én sajnálom, hogy nagyon sok más érdemi dolog kimaradt, de esetleg majd legközelebb, hogyha jössz, akkor átbeszéltjük, vagy küldd el, felolvasom, és azt mondom, hogy én írtam. Nekem úgy az... is jó. De az üzenet a lényeg, nem az ember, aki hozza. Igen, de hogyha más nem, akkor esetleg majd egy önkényes mérvadóban meghallgathatjátok, hogy Oszi hogyan tervezi megváltani, vagy hogyan gondolja el, hogy hogyan válthatnánk meg magunkat, meg a világot. Dobrev Kláráktól súlyok Tamás? Tőle még nem kell megmenteni, neki hagyjunk valamennyi kifutóidőt, hogy utólag ítéljük meg. Értem, hogy a gyanúm az milyen irányú, de előbb hadd csináljon már valamit szerencsétlen, ha már oda rakták. Igen, még nézzük meg, hát ha nem csak a levegőbe beszélt, bár úgyse fog tudni csinálni az ügybe semmit. Köszi szépen, Oszi, hogy eljöttél hozzánk, és a jelenléteddel emelted a műsor. A reggel fényét. Igen. Fasza volt. Nektek pedig kösz, hogy velünk tartottatok. A hét további részében a maradék 3 sztár vendégemmel én ismét itt leszek. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek. Nagyon profi. Nagyon profi. Ezt kellett mondani? Pontosan tökéletes. Kurva jó, nagyon örülök.